kellemes karácsony, illetve boldog ünnepeket. Ezt még egy kicsit gyakorolnom kell, de úgy érzem, jó úton haladok. Végre mi is felállítottuk a saját etikai bizottságunkat. Mi is etikusak lettünk, akár a többi párt. A kutyapárt passzivistái tavasszal kitették ezeket a gyönyörű napozóványokat. De itt van december, és hó helyett megint eső esik. Ezt már a napozóágyak se bírják. Talán tavasszal észhez tér ez a globális felmelegedés. Hát az kiderült, hogy buszmegálló építésből nem lehet megélni. Most gázszerelőnek tanulok. Ezzel a névvel. Nagyon beindult a népfőiskola ebben az évben. Jövőre Bécsbe költözünk. A kisember hiába fizeti be az adót, mégis megbüntetik, amikor rossz pénz utánzatot nyomtat. Hát hogyan boldoguljunk ebben a mai világban, ha már pénzt sem árulhatunk a webshopunkban? Én meggyűjtöttem 2 zsák krumplit. Azt mondták, hogy nagyon sok hiányzik, aztán az, hogy á, majd végül az, hogy de. Azt mondták, hogy az elmúlt 8 év, majd az, hogy az elmúlt 8 évet, megelőző 8 év. Mindegy, mi építünk egy új várost. Idén 247 helyen végeztünk 4 címfestést. Remélem, jövőre csökkentik az ománcfesték áfáját. Vajon lehet-e az örökkéletnél és az ingyenségnél többet ígérni? Talán plusz 20 évet. Annak ellenére, hogy nem indultunk el Bomázon, mégsem lettem alpolgármester. Hogy kerültem a pénzügyi bizottságba? Hát nem is tudom. Minden a vibrátorral kezdődött. 2019-ben annyi szemetet összeszedtünk, hogy a világ vége, az apokalipszis kerek 23 perccel fog elmaradni, és nagyon reméljük, hogy 2020-ban is sikerül még annyit hozzátennünk, hogy ezt a számot feltornázzuk egészen 30 percre. Idén már majdnem sikerült marilizálni a legahuánát. Végre megkértük a szolgáltatókat, hogy ne küldjenek már nekünk számlalevelet, úgyse bontjuk ki őket. Készítettünk a madaraknak nyáron madáritatókat, télen madáreleséget. December van, és még a tél meg sem jött nekik. Amit kívánok, hogy legyen minden zöldebb, és jöjjön a 2020-as év, mert már várjuk. Nagyon jó volt a decemberi klub. Kéne még menni valahova bulizni. Nincs valakinél hosszabb szegély papír? Az idei tanulmányi eredményeimet is a kutyapártnak köszönhetem. Nélkülük nem lett volna ilyen jó a bizonyítványom. Politika idén is iszonyúan leterhelő volt. Eszméletlen energiákat fektettem abba, hogy eltusoljam, hogy a pártunk valójában dolgozik. De mióta mandátumot szereztem, végre lógathatom a lábamat a hivatalban. Ha nem változtatunk a szokásainkon, szomorú jövő elé néz az emberiség. Ezt az a Gréta lány is megmondta, a Gréta Garbo, azt hiszem. Úgyhogy ezt még megiszom, aztán megnézem YouTube-on, hogyan kell kihalni. Ó, esztendő végeztével üzenek én nektek. Kérés volt, hogy ez ne legyen terjedelmes. Az én telóm sajnos 6,7 szolos, a páromé viszont csak 3-3 incses. Az utóbbival közlöm velős mondandómat, így vált rövidkévé ez a néhány mondat. Csak eljöttem ide megnézni, drágáim, hogy hogy rabulják ezek a passzátszelek. Okos, viccel, szép dolgokat csinálni. Tudják ezek mi az, hogy szép, de ha idősek lesznek, vagy egyáltalán megérnek. Gyűjtöttünk már tanszert, élelmiszer, pénzt. Most a vérem kell nekik. De a szerveim még megvannak. Remélem jövőre is megtarthatom. Megjött a tél. Hideg van már gátyúzni. Több száz gátyút betöntünk idén is. De tavasszal. Tavasszal újra kutra kerünk. Szép évünk volt. Már idén se tudtam meg ki ez a Rósánék Katinka. Idén végre passzívkodhattunk a kutyapártnak. Ez a mi családunk éve volt. Nem elég, hogy senkivel is, mert még rendszeresen is hagyomom el újra a különböző helyekkel. A kutyapárt meg is tartozok egy sárra, ezért is keresnek.
Ennyi év Fidesz uralom után könnyen elérhettem volna Ferenc városba, hogy az én házam előtt is legyen karácsonyi kivilágítás. Sajnos, amikor feljegyzetelték, szóltam, hogy csak vicceltem. Sokat kell még tanulnom az alpolgármesterségről. Idén megint drágább lett a tej. De én már csak azt szeretném, hogy gyermekeinket szebb és boldogabb világban nőjenek fel.